Mexikóban megosztja az embereket a hír, hogy a milliárdos drogbárót a köpcsös néven emlegetett Joaquin guzmán bűnösnek ítéltek kedden a Brooklyni esküdszék. Az amerikai igazságszolgáltatás, amely a büntetési nyár közepére ígéri, több mint húsz évig vadászott rá. És eközben Guzmán sokak számára hőssé vált. Ez a férfi például úgy gondolja, hogy valójában az amerikai kormány fondorlatának áldozata azért akarják kiiktatni, mert túl sok embernek segített, nagyon sokakon segített, ismétli, és az emberek oda vannak érte. Era... Pues ez az asszony már másképp látja. Szerinte az Egyesült Államok jogosan járt el Guzmán ügyében, hiszen a drogbáró rengeteg büntettet követett el. Nagyon reméli, hogy ezzel megnyugszanak az indulatok ott náluk, Kuliakánban is. Szerinte ennek így kellett történnie. A kegyetlenségéről hírhet drogbárót először 1993-ban fogták el, azóta kétszer szökött meg, és most várhatóan egy szuperbiztos kolorádói börtönbe kerül.